Na szevasztok srácok, itt is lennénk egy újabb videóval, kijött a FIFA 23 webapp, úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy mi a helyzet, és elkezdjük az Ultimate Team-et igazából, úgyhogy vágjunk is bele a dolgokba gyönyörű szépen. Ha egy olcsó és megbízható oldalról szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com-ot, és használd a Bazsi kuponkódot 500% kedvezményért. Link a leírásban. Na, elvileg be is jelentkeztünk, hogyha minden igaz, úgyhogy vessünk egy első pillantást a webappra. Tegnap este kezdődött egyébként. Get started. Azt mondja, hogy kezdjük szerintem angollal idén. Én azt gondolom. Itt is a kezdő csapatunk. Calvert-Lewin egyébként egy egészen jó kis kártya. Oh. Nice. Davis se rossz, Chamber se olyan vészes, na, azt mondja, hogy őt megswappoljuk. Jó, de miért left midet ad? Igen, Martial teljesen jó lesz szerintem. Okés, continue. Manchester United hazai mez, Real Madrid hazai mez, mi legyen? Legyen egy United. És még egy United. Bomba. És egy Real badge. Gyerekek, elkezdtük. Ez már tetszik. Na nézzük. Igen. Egy ilyen 4x80 pluszos rare, az nagyon jó. Loan pack, stadium starter pack, meg valami coin boost, és ő pedig egy, ja ő a loan pack. Hát ez pedig akkor egy Son lesz. Okés. Na nézzük a store-t, hogy mi a helyzet. Stadium starter pack, Gold Play, oh. Oké, okay, hát nyissuk ki ezt a hülye csomagot, ami igazából senkit sem érdekel. Hát ez csodálatos. Quick sell szerintem, aztán van egy kis coinunk legalább. Na nézzük tovább. Oké, okay, ebbe egy darab rare és 80 pluszos játékos van. Mind a négybe. Let me see. 83-as Radetzky, ez jó, amúgy. Nem egy rossz kártya. Oké, és hát ezeket azért még eltesszük, aztán majd... majd meglátjuk, SBC-ket is kell mindenképpen csinálni. Rafael Leaut mondjuk lehet, hogy eladjuk. Hó, szerintem nem egy olcsó, hol van? Compare price 19 000. Jó, egyszer berakjuk a csapatba, vagyis hát a klubba, aztán meglátjuk, hogy mennyiért megy végül is. Ziyech, nem rossz ő se annyira, 83-as. Van egy-két használható játékos itt is. Oké, és ő megmegy a transfer listre gyönyörű szépen. Na, utolsó csomagunk. Létszi, valami jót dobjál. Tammy Abraham, oké. Oké, csatár, tökéletes. Jó kis kezdő csatár egyébként az öreg Abraham. Hologét is mondjuk egy egész jó kis kezdő középhátvéd lehet. De Frutos egész gyors. Nice. Oké. Okay. Chambers is megy a listára. Jó. Nem ezt akartam. Objektívek, nézzük, hogy mi a helyzet itt. Hát ez csodálatos. Loan kártyák, Premium Gold Pack a 3-as szinten. Jó, csak hogy megyek tovább. Haló? Ja, így jó. Túl gyors volt ez most. 15-ös szinten van ugye.
ilyen storyline játékos, Gregold Packer, Premium Gold Players Pack, Rare Electrum Mega Pack, és az utolsó is szintén storyline-os, 84-es kártyák még. Jó. Milestones. Azt mondja, hogy untradable-t nem akarunk hirtelen, vagyis hát akarunk majd, mert ezek ugye izék. Jó, hát ez most még nem pálya. Bronze Squad Mastery. Jaj, gyerekek, hát én ezt nem akarom így. Nem tudunk játszani ennek így most még semmi értelme szerintem. Objective, mi a helyzet? Daily Objectives. Ha tudnék játszani, játszanék amúgy. Száz játékos, aha, persze. Viszont 5 SBC, és azért jár itt 2 Players Pack. Oké. Okay. Rivals, Welcome to Friendlies. Hát ez igazából kb. Mindegyik játékhoz kötött, úgyhogy ez kuka. Foundations. Na, ezt kell egyszer megcsinálni. Ugye? Mert hogy más nincs. Úgyhogy ezzel elkezdjük gyönyörű szépen a dolgokat. First Exchange. Bronze Back lesz. CM kell. Bronze Show. Oké, hol tudom submitelni? Úgyni. Jó. Single Nation Chemistry. 1 Nationality, 2 common játékos. És minimum 1 chemistry pont. Na nézzük, akkor azt mondja, hogy angol lesz ez szerintem. Csak common kell legyen, de mondjuk ő az is. Ugye? Menjen ezzel innen. Illetve innen is kell egy angol csatár. És elvileg kész is van. Bomba. Single League Chemistry, 1 liga, 3 common játékos. Oké, és azt mondja, hogy CM. Harry, ő a, hol játszik? Hogy kell megnézni? Azt mondja, hogy League One-ba. Ezt mondjuk lehet, hogy nem lesz jó, sőt biztos, hogy nem lesz jó. Oké, Work Area. Ott player, igazából nationality legyen angol. És nézzük meg, hogy mivel dolgozhatunk. Igazából csak meg akartam volna nézni, hogy van. Azt hiszem az Accrington az lingvános. Igen, ez tökéletes. És akkor még egy ligvános játékos kéne nekünk. Salford följutott. Player bio. League 2, az nem jó. Oké. Akkor még ott is Roosbury van. De ez meg szerintem fixen másodosztály. Nem, League van, oké, akkor viszont meg vagyunk. Szerintem. Nincs meg az egy chemistry pont. Oh, az a baj. Oké, sikerült megcsinálni, spanyol liga lett végül. Mert hogy nem nagyon volt több játékosunk. Single club chemistry, 2 játékos egy csapatból. Hát az igazából CM és CB kell legyen.
Az Evertonból van több játékosunk, ha minden igaz. Igen, megnézzük a CM-et. Davis. Ja, hát igazából Davis tudjuk betenni, meg Hologétet, hogyha minden igaz. Ja. Oké. Okay. Submit anyway. Jó. Na, hát ez elvileg kész van. És meg is vannak. Az SBC-k gyönyörű szépen. Oké. Okay. Jó, nyissuk ki ezeket a csomagokat egyszer. És akkor meglátjuk, hogy utána milyen SBC-k vannak. Ezek ugye nem eladható játékosok sajnos. De jók lesznek majd valamire. George. Na nézzük, two player spec. Tussar és a másik Laurent. Hi-ha. Na jó. Na jó. Ezért azért csak kapunk valami objektívet, nem? Hogyha itt... ja, de nem, mert már rendben van téve a csapat. Akkor viszont én azt mondom, hogy rakjunk össze egy csapatot magunknak. Lallana. Left midbe, hát nem nagyon van játékosunk szerintem, de akkor Pinyéda. Kapuba. Az öreg Foster a chemistry miatt. Center backbe pedig be tudjuk rakni egyszer. Nem volt még egy Premier League-es? Ja, itt van Chambers, ajaj. Jó, hát akkor Felipe-t berakjuk. Right mid. Swap. Csak jön be nyaranyjátékos. Right back. Swap. Dobjuk be Gertrudiát, igazából most olyan mindegy. Igen. Ide meg. Jöjjön mondjuk Masuaku. Nem lesz semmivel jobb. Azt mondja, hogy ide ugye be tudjuk rakni Tamit is. Akkor viszont ja, de nem jó. Volt valami volt valami olasz ligás palink nekünk, ha minden igaz. Valamelyik posztra, Leo-t szerintem eladom. Hát az a baj, hogy Cam meg CDM ide most ugye nem túl jó. Nem volt valami olasz ligás szélső? Lázáró mondjuk például. Jó, és vele mit lehet csinálni? Azt mondja, hogy kontrakt, tehát ez nem kell közi. Nem lehet neki a zéját megváltoztatni? Pozícióját? Na mindegy. Azt mondja, hogy transfers. Nézzük meg egyszer. Rafael Leao-t. Ja, itt van. Jó. Maximum buy now price. Mondjuk legyen 15 ezer. És van ennyiért is. Akkor... legyen 12 ezer, ennyiért már nincs, 13-ért sincs, 14 ezer, 14-ért már van, 13.500, 13.250,
akkor adjuk el 13 ezerért Rafa Leao-t. Oké, megkeressük szépen. Nem volt nehéz megtalálni. Liston Transfer Market. 13 ezer. 12.500 minimum, egy órára bum, mehet is, cső. Oké, 3558 pénzünk van eddig. És igazából nézzük meg, hogy mi a helyzet itt ezekkel a csomagokkal. Bronz, az nem kell. Az a baj, hogy minden SBC-nek is untradable az éje. A rewardja, untradable rewards. Mindegyik untradable. Ah! Hát ez csodálatos, de miért amúgy? Ez egy jó nagy köcsökség. Hybrid leagues. Hát ez a szokásos, gondolom. Hybrid Nations, Elite 8, ezért egy 50 ezeres csomag jár. Úgyhogy ezt megnézzük azért. Igaz, hogy untradable, de jól jönne. 8 Nationality, minimum 5 rare játékos, mindegyik gold, és 21 pont kell legyen a chemistry minimum. Maximum 2 játékos ugyanabban a Nationből. Szerintem van egy csomó La Liga játékosunk, akik elég sok nemzetiségűek is. Például Pedzella, aztán Eric Garcia. Jaj, hát itt nincs. CM-ben van valaki? Erre rá. Santanderes, jó. Azt hiszem itt van nekünk egy Falcao-unk is. Igen. Ez eddig 12 chemistry pont, viszont 5 darab rare játékos is kell. Aha. Jó, hát akkor kirakjuk a szélre a palit, csak az a baj, hogy ez így most annyira nem fog tetszeni a játéknak. Rakjuk Filipét, akkor 10 lesz a chemistry. Hát itt nincs is rare játékosunk, left wingbe. Gondolom itt se nagyon lesz. Right wingbe. Ziyech. Right back-be. Nincs. Jó, nem baj. Mindjárt összerakunk valamit. Na jó, erre még nincsen pénzünk sajnos. Azt kellett észrevegyem. Ó, még most már lehet, hogy lesz, de inkább nem játszom el. Liston Transfer Market. Videljetek rá igazából. Meg rá is, az cső. Store. Nézzük meg a preview packünket, hát ha lesz benne valami jó. Labort nem ér 7500, az biztos. Mögötte valami. Egy Shadow Chemistry Style. Jó. Igazából azt viszont megnézhetjük, hogy ér adják. Consumables. A chemistry style, shadow, 2005 ér is van. Hát az akkor nem éri meg. Jó. Nézzük, mi van még itt a store-ba, classic pack. Ó, nincsen már ilyen izé, preview classic pack. Ez kemény, viszont hol van a coinom? Hey! Halló! Hol van a 13 000 coinom?
Na azért. Csak megvan. Na jó van. Igazából srácok, ennyi lett volna, egy kicsit megnézegettük itt a webappot. Van egy nagyon jó kis Team of the Week-ünk, csak éppen nem tudjuk megnézni. Oké. Competitions. Squad Battles. Hát jó, csak nem lehet megnézni. Nem. Jó. Oké. Nagyjából megnéztünk igazából mindent szerintem, amit lehetett. Úgyhogy mára most ennyi lett volna ez a kis bevezető videó. Elkezdtük az Ultimate Team-ünket, hát a csapatunk az még eléggé gyengécske, de majd lesz jobb is, reméljük. Viszont már akkor ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!